emberek gondolatai közt úgy szerepel a volatilitás, hogyha részvényekről, illetve részvénypiaci indexekről beszélünk, akkor egy piac, illetve egy részvény akkor tekinthető volatilisnek, amennyiben meghatározott idő alatt vagy időszakon belül jelentősebb árelmozdulásokat produkál, akkor használják azt a kifejezést, hogy volatilis egy piac, amennyiben ez nem így valósul meg, tehát egy árfolyam viszonylag kisebb elmozdulásokat követ, arra azt mondják, hogy stabilnak tekinthető. A volatilitás az egy százalékos formában kifejezett mértékegység, elsősorban az opciós piacon jellemzően használt mérőszám, az opciók időértékében foglal el nagyobb szerepet.